hátrázó üvöltéssel, az öntudat ébred saját magára, a vakon szemezve az ürességgel, az enyészeté lesz nem sokára! Annyi féleképpen üzent már nekünk a világ, hogy nem bír el a hátán. Mi akkor is fokkal körömmel kapaszkodunk életek árán. A férfi vallása és szabálya. Einstand! Az ellenfél szurkoló táborából el kell tulajdonítanunk erekjéket. Értettem? Vedd fel! Csináljuk, Antti. Hajtsunk. Gyere, puffa, puffa. Hol van, melyik a... Biztos? Itt a neve ennek a hülyének. Na, bingo! Kisad, jó! Mekkora parti! Itt a HCV Dojo-ban és ott van a képernyők előtt. Hölgyek, urak, ez már itt a Vendetta hete. Nagyon közel vagyunk. Remélem, hogy ti is érzitek már azt, amit mi itt érzünk. Készüljetek, mert hétfő van, és ez itt a HCV Underground! Sok szeretettel köszöntelek titeket, így van már az Underground hetén. Ma összecsap egymással Icarus és Maverick, mind a ketten ott lesznek. A Briefcase Leather Matchben, azon a létrás mérkőzésen, ahol eldől, hogy kinyeri a Revolution táskát, amivel bármikor kihívható a bajnok, és ezzel is kezdődik a mai meglehetősen hosszú adásunk. Icarus érkezik tehát, korábbi többszörös tag team bajnok, az első HCV bajnok, jelenleg pedig az egyik nagy esélyese a Revolution Briefcase mérkőzésnek. Icarus készen áll. Jöjjön akkor az ellenfele, csupa nagy név van egyébként ebben a Leather mérkőzésben. Aki most érkezik, szintén korábbi HCV bajnok, nem más, mint a hüllő, azaz Maverick. Az eredményes sorokban érkezünk, majd meg a lyukatakban, azt a lyukatakban, majd a kukikban, meg tanáltatban, Maverick!
fizikailag nagyon jó formában van a geek ember, de hát azért valami ott megtört a tavalyi év novemberében, amikor elvetítette a HCV bajnoki címét Tihanyi Péterrel szemben. Megverte utána ugyan Zafara, mint visszaszerezte a lehetőséget, de aztán, amikor a címmeccsre sor került, ez egy hármas mérkőzés volt itt az Undergroundon Dice Maverick és Tihanyi között, akkor megint nem tudta legyőzni Tihanyit. Nem tudja venni ezt az akadályt egyelőre Maverick. Kénytelen volt egy divízióval lejjebb próbálkozni. A Revolution táskáért fog birkózni. Azon a ladder mérkőzésen, ahol ugye bár Icarus is ott lesz. Úgyhogy egy kis előzetes most még singles szabályrendszerben egy az egy ellen. Nagyjából egy súlyban vannak Maverick és Icarus, most kiderül ki az erősebb. Úgy tűnt, hogy Maverick, de nem nagyon bír Icarusszal, aki pedig elegánsan oldja meg a helyzetet. Kevés lesz, azt mondja. Bizony feladja a leckét most itt Icarus Mavericknek. Kiváló grappler, az évek során nagyon sokat képezte magát. Grapplingben, valamint jiu-jitsut gyakorol a pankráció mellett. Nagyon jó földön, és hát ne felejtsük el, hogy ő levegőben volt először igazán jó. Egy univerzális birkózóról van szó. 11 év tapasztalattal a háta mögött. Egy arm drag Icarustól, próbálja meg is tartani a kart, Maverick szépen átjön, és most megforgatja. Icarus csak két fordulatot enged, aztán egy karfeszítéssel azonnal átveszi az irányítást. Nagyon agresszív Icarus. Az egyik legkiválóbb tanítványa egyébként Icarusnak Maverick. Így aztán ez is érthetővé teszi, hogy komolyak az elvárások. Egy újabb lock-up. Maverick megint jobban indítja, de aztán Icarus úgy néz ki, hogy erőfölénye érvényesül. Nem tudja betolni a sarokba Mavericket, kicselezi őt a hüllő. Aztán egy gyönyörű szép headlock takeover. Maverick viszont, ahogyan láthattuk már tőle, nem egyszer kicsusszan. Ó, és Icarus ezt nem várja meg, ezt a show-t. Nincs ma kedve ehhez Icarusnak. Ő küzdeni akar. Semmi színpadiasság, semmi show ebben most nem fér bele nála. És keményen be is szól Icarus, hol van a bajnok? Hát igen, nem ő az egyetlen, aki ezt kérdezi Mavericktől az elmúlt, hát most már majdnem három hónap után. Icarus. És megint egy jó submission. Mavericknek mindkét karja csapdában, most már a nyaka is. Nem majd egyszerű, de azon megoldja a szabadulást. Átviszi egy coverbe Maverick. Icarus megint nagyon szépen kerüli el. Ezt a fejrugást viszont már nem kerüli el. Springboard jön Maverick, ez jó. És most lendületet is vehet. És bizony jó a splash. Kettő. Gyanítható volt, hogy azért ez kevés lesz korábbi HCV bajnokkal szemben. Meg tudott újulni Icarus, aki megnézi mondjuk 2010-ben, hogy nézett ki és hogy birkózott. Egy teljesen más embert látunk ma már. De ez igaz Maverickre is, aki szintén éveken keresztül taposta a rangmétrát. És most nagyon óriási láriát Icarustól. Maverick egy pillanatra nem tudja, hogy hol van. És bizony ez jó egy coverre. Egy, kettő. Letolja magáról Icarust Maverick. Szóval Mavericknek is egy komoly metamorfózison kellett keresztül mennie, hogy az legyen, aki ma. És nagyon szépen folyamatosan ment fölfelé. Revolution bajnok volt, majd megszerezte a Szent Grált. A HCV bajnoki címét. De amióta ezt elvesztette novemberben, nem sikerült visszakapaszkodnia, visszamásznia a csúcsra. De persze, nem adja fel. Egy éles csopp a válasz Icarustól. Egy karfeszítés most Icarustól, aki egyébként folyamatosan igyekezett segíteni az elmúlt időszakban Maverick karrierjét külföldi lehetőségekkel. Úgy néz ki, berágott rá Icarus. Ez nem csak egy mérkőzés,
nem csak egy ilyen kis előzetes a Vendettára ledörmecshez. Ez egy büntetésnek tűnik. Megpróbálta ráterhelni a testsúlyát Maverick Icarusra, hogy a bíró számoljon. De ezt nem hagyja Icarus. Ő az erősebb. Maverick viszont a szabályokkal tökéletesen tisztában van, a lábát ráteszi a kötélre, Icarusnak el kell engednie. Ez a megoldás. Nem ismeri el Icarus ezt, tehát Mavericknek igen, menekülnie kellett ebből a fogásból. Tovább pusolja Icarus, és bizony azt mondja neki, hogy csak addig megy a nagy tűz, ami meg kell nyerni az övet. Próbálkozna Maverick, és egy gyönyörű ankle lock Icarustól. Nagyon nagy bajban van a gyíkember. Felhergelnie sikerült Icarusnak, de lehet, hogy le is győzi. Mert ebből nagyon nehéz lesz kimászni. Hiába síkos a teste Mavericknek, azért innen nem tudja, abból a lockból a lábát nem tudja ki, ez bírja a fájdalmat egyelőre, de muszáj bontania ezt a fogást. Ez sokáig így nem fog menni. Nagyszerűen építette be az évek során Icarus a jiu-jitsut a birkózásába, és ezt most lehet látni, hogy lehet, hogy nem a leglátványosabb azok, akik nem szeretik a földharcot, de hát Icarus ezt művészien végzi, hogy a másikat gyakorlatilag megbénítsa. Korábban ugye karfeszítésekkel operált, most ez a lábkulcs. Maverick pedig egyelőre bírja a fájdalmat. Icarus olyan, mintha folyamatosan tesztelné őt. Megint egy rope break, és Icarus tartja, ameddig még a szabályoknak megfelelően lehet. És tovább froclizza Mavericket. Hol az a tűz, amivel HCB bajnoki címet nyert Maverick tavaly a dicsőség napján? Egy backelbow most. És még egy éles chop. Igen, most már egészen biztos vagyok benne, hogy itt nem kizárólag győzelemről van szó. Icarus részéről hajl egy kőkemény büntetésről. Fel akarja ébreszteni az állatot Maverickben. És egy kőkemény könyökössel le is küldi. Egy slam most Icarustól. Ott a cover, kettő. És ez még nem elég. Lezárta volna. Most először éreztem, hogy komoly a szándék Icarus részéről, lezárja ezt a mérkőzést. De hát Maverick még közel sem adta fel. A tavalyi évnek a nagy részét tech team bajnokokként töltötték az Arrows of Hungary. Novemberben bukták ők is a címeiket. Jelenleg egyéniben próbálkoznak. Folyamatosan a tüzet kéri számon Maverick, Icarus folyamatosan felpiszkálja. A végletekig húzza azt a bizonyos cérnát Icarus. Felébred ugyan a hüllő, de Icarus abban a pillanatban kőkeményen visszaveri, és végre egy térdes Mavericktől. Azonnal visszakapja egy boot formájában. És egy lariat. Most le tudja küldeni Icarus, a kérdés, hogy meg tudja dobni. Nem. Icarustól egy German suplex. Maverick viszont feláll. Ki lehet azért hozni belőle az állatot? Egy gyönyörű suplex után egy Maverick driver. Kettő. És kibújik Icarus. Az első komoly leszorítási kísérlete Mavericknek. Tökéletesen kivitelezett Maverick driver után. Jó nyakra ejtette Icaruszt. Újra eléggé nyíltá vált az a mérkőzés. De felejtsük el, a Vendettán, ami most szombaton lesz, a Kellen Ferenc sportközpontban, egy ledörmecsben találkoznak ők. És most be lesz lép gyakorlatilag ebbe a térdesbe Maverick. Icarus pedig azonnal átfordítja, ott van a Heart of Europe. Az eddig legnagyobb bajban Maverick. És le is kopogja. Le is kopogja viszonylag korán. Eddig nagyon küzdött Maverick, de amikor bekerült a Heart of Europe-ba, hát hamar szakadt. Lekopogja tehát a korábbi HCB bajnok,
és Icarus várhatja győzelemmel a létrás mérkőzést a Revolution táskáért. Ne felejtsük el, az a táskából bármikor kihívható az aktuális Revolution bajnok. Hát, Mavericknek javítania kell. Icarus pedig mikrofont kér. Nem gyakran teszi, amikor igen, akkor annak jó oka van. Maverick. Tudod, pontosan ugyanezen mentem keresztül annó én is. Megvolt a tűz, dolgoztam valamiért, elértem, és elbuktam azonnal. Tudod, miért van ez? Mert amikor már a csúcson vagy, egy teljesen másik embernek kell lenned. Bármennyire tisztellek, az egyik legjobb tanítványa vagy a Dojo-nak, te erre még nem vagy kész. De ha újra bebizonyítod, hogy meg tudod tartani ezt a tüzet, akkor nem csak nekik fogsz bizonyítani, hanem magadnak. Bölcs szava Icarustól, amit érdemes megszívlelni a gyíkembernek, ha vissza akar kapaszkodni a rangmétra tetejére. Egy nagyon jó leckét kapott, és lesz honnan összeszednie magát a Vendetta előtt. Mosni a nyálat. És Hős Antal bújik elő szintén ebben az ostoba maszkban. Ugye csak a saját zenére hajlandó megérkezni. Most és mindenkor! Volt már sok érdekes páros a HCV történetében. Nálam most úgy viszik a párpát. Antal és Rufus Goldfields az egyik újdonsult tech teamje a HCV-nek, már az áttörésen is együtt láthattuk őket ugye, egy 4-4 elleni mérkőzésen. Szóval ez a két figura összeállt, hát ha létezik a világon furcsa páros, akkor azt gondolom, hogy ez mindenképpen ők. A lényeg az, hogy ahogy láthattuk is a műsor elején, lenyúlták Mads Svedberg nadrágját, a sárját és Mads Roland autóját. Még egy elbodroppot is kap az a sál. Ebből majd tanul. Az emetik a szorokban érkeztem! Skandináviai mérete! A szupermodels! Mads Svedberg! És a HCV Akadémia kiválasztó tehetségre hozza Roland! Végül is Svedberg megoldotta. Nem alsó gatyába van legalább. Hát egy igazi profinak meg kell oldani egy ilyen kicsit megalázó szituációt is. Igen, hát a nadrágja az ott van. A ring sarkában azt most már felszerelni, nincs idő. Mondta Roland talán egy fokkal jobban járt. A kocsi kulcsát lopták el, meg a kocsiját. Vele gondolok, talán még saját annyira jobban.
ellopták természetesen a hajlakkot is. Meg azt a kérdést, ha már elloptuk, legyen már itt. Némi lélektani előnnyel indul ezáltal. Rufus és Antal párosa, akik nagyon úgy néztek ki, hogy nem fognak tudni együtt dolgozni, aztán valahogy mégiscsak sikerült nekik. Hol fel vannak paprikázva természetesen Moza és Svédberg, őket a Factory műsorából ismerhetjük, ott tűntek fel. Aztán mind a ketten elég jó teljesítmény nyújtottuk ahhoz, hogy itt az Undergroundon rendszeresen szerepelhessenek. Ha jól látom, Moza kezd Rufusszal. Így van. Normál szabályrendszerű tech team mérkőzés. Pacsival lehet váltani, amennyiben a saját sarkában tartózkodik a partner. Rufus nagyon szépen elkerülte ezt a jobb horgot. Hát ez az ütést ezt látni lehetett egy kilométerről. És egy nagyon szép levitel Mozától. Azonban el is kezdi a ground and poundot. Aztán beleharap Rufus, tehát így is el lehet kerülni végül is egy nagy verést. Ne próbáljátok ki otthon. Antot rendkívül szórakoztató hallgatni. Hát igen. Csatlakozik a mérkőzéshez Hős Antal és a piros zoknia. Box lesz? Abban Moza Roland elég jó. A duma nagyon megy Hős Antalnak. Ahol is ott van a kocsi kulcs. Azt kéne visszaszerezni. Mondtam, elhelyezzi ott a sarokban Hős, aztán most jön Svédberg. A kis tréning nadrágjában. Hős Antal azért sokkal termetesebb, bár ez nem az a kidolgozott gyönyörű izomzat. De nagy. Egy kemény a kölcsapás, és le is megy Svédberg. Meg is értem. Megindítja most Hős, rögtön jön a lengő. Jön helyette Svédberg. Egy elbóval, aztán még egy, ledönteni nem sikerül. Hős Antalt inkább úgy néz ki, mint a kifőzdében egy néhány sör után. Megint egy kis összetűzés csapaton belül. Beváltotta magát a Rufus. Aztán Rufus boldogan mutatja, hogy működik ez, hát megy ez a csapatmunka. Hát még napróságokon még kell dolgozni, mint a Pacsi. Rufus folytathatja a munkát Svédbergen. Szegény Svédbergen azért látszik a zavarodottság. Egy modellnek aztán különösen fontos, hogy jól nézzen ki. Azért ebben a nadrágban ez nem olyan könnyű neki, mint a professzionális gírjében. Beszorítja a sorokba Rufus. Tommy bíró ura a helyzetnek. Egy headlockkal Rufus. Folyamatosan visszatámad Svédberg. Nem hagyja magát, egy jó térdes. Nyer egy kis teret, aztán oda piszkál egy jobb egyenes Rufus gyomortájékra. Megint a kötelet használja, radírozza le a Svédberg arcát. Ez egy pénzkereseti lehetőség az az arc. Rufus mindenkit irigy el, akinek egy kicsit normálisabban összerakott arca van. Jön egy snapmer, szépen leviszi Rufus és egy csillag. Próbál kikeveredni belőle Svédberg, fel is áll. És bizony oda is vág. Megint egy rúgás Rufusztól, ezt imádja. És hozza is be szépen Svédberget a sarokba, jöhet megint Antal. Vesetájékra kapott most egyet Svédberg. Nem viseli jól a megpróbáltatásokat. Egyre rosszabb állapotban, és ezt aztán hallani lehetett az egész dojóban. Szegény Moza Roland nagyon jönne, tehát ahhoz Svédbergnek el kell jutnia a tegig. Nagyon kellemetlen stílusa van Antalnak, ez a paraszt brawling. Nem néz át! Nem egy kifinomult, de hatékony. Óriási csap!
belepakolta a teljes súlyát Antal, az pedig van bőven. Ez még mindig kevés Rydberggel szemben. Nagyon vissza akarják szerezni a srácok az ingóságaikat. Behozza a sarokba Svédberget Antal, Rufus viszont Tomi bíróval veszekszik éppen. A tag megvan, fogta a kötelet is szépen Rufus, ahogy kell. És gyűri tovább Svédberget. Mans Svédberg pedig egyre rosszabb állapotban. Front headlock most. Kicsit beszorultott a Svédberg feje, de azért felbírálni. Rufus pedig betessékeri a sarokba. Ez viszont jó. Egy bútám Svédbergtől jön, de azonnal Rufus, de ott egy bukfejt, és megvan a váltást, a végre jöhet Moza. Fogadja őt Rufus, kap egy nagyot Antal. És jönnek az ökösök, jönnek a könyökösök. Ezt tudja Moza Roli, és ezt jól tudja. Félszemmel oda sandít Antalra, és megvan a kocsi kulcs. Az első trófeát már visszaszerezték, nem kell gyalog hazamenni. Hatalmasat kap Rufus. Nagyon jól szerepel most Moza. És jön egy térdással, ami tökéletes. Ez bizony megér egy cover-t. Egy, kettő, és ős Antal odaér. Lehetett látni bizony, hogy érkezik a Cula testével. A hajánál fogva cibálja a tag team partnerét ős Antal. Megvan a váltás, nem esett jó Rufusnak, most már legális ős. Ilyenkor van ugye öt számolásnyi idejük együtt dolgozni. Próbálnak egy double manővert, és jön Svédberg! Nagyon szép crossbody! Nem ő a legális, de hát a másik csapatban is mindketten bent vannak. Ott a lengő viszont! Svédberg távozhat, de hozzá a legális! Egy, kettő! Kirúg a schoolboyból Antal, és ott a superkick Mozának! Ott a lengő! Hú, milyen kombót kap szegény Moza Roli! Kettő, és a három! A mérkőzés győztesei! Hős Antal maga is megdöbben a tényen, hogy együttműködésük Rufusszal egy győzelmet hozott itt az Undergroundon. Nagyon boldogok mind a ketten. Megjegyzem, a Vendettán, a pre-show-n egyen nehezebb ellenfelekkel kell szembenézni, egészen pontosan Ozzy Spencer és Blake Steamer csapatával, a Villains-szel. Hát oda azért egy kicsit többet kell majd vinni. Vendettára jegyeket továbbra is vásárolhattak a Tixa Hungary-n keresztül, illetve a budapestiek folyton Zuglóban, az Egresi Fitness recepcióján. Itt utóbbi esetében készpénzzel tudtok fizetni, és személyesen átismerhetitek a jegyet egyből. A Tixa Hungary-n keresztül természetesen online az egész ország területéről vásárolhattok. Március 19-én berobbantjuk a tavaszt egy élő pankráció műsorral. Gyere el, hogy lásd kedvenceidet a szorítóban és a szorító felett. Újra itt lesz az osztrák szörnyetek Krampus, a német VXC szervezetből Avalanche, és először a HCV ringjében a WWE veterán Axeman Tischer. Megvédése kerül a Revolution, a Tag Team és a HCV főbajnok jöve is. Jegyek kaphatóak online a Tix oldalán és személyesen az Egresi Fitnessben. Főmérkőzése. Egymásnak választottak ellenfelet Tihanyi Péter és Zafarán Mindent is megmérkőznek majd a Vendettán a HCV bajnoki címért most szombaton. És akit Zafarán Mind választott Tihanyinak, az nem más, mint a szervezet egy másik bajnoka, méghozzá a Revolution bajnoka, a következő szív Szalai Zoltán. A HCV jelenleg Revolution bajnoka! A férfiáról a bizonyos, magasabb szintről! Szalai Zoltán! A szemünk előtt alakult fiúból férfivá Szalai Zoltán itt a HCV-ben.
és egy domináns Revolution bajnokká. Nagyon sokat változott az elmúlt egy évben, és ez még azt gondolom számára még bőven nem a jéghegy csúcsa. A Vendettán külföldi ellenfele lesz, a török Ender Kana érkezik Revolution címmérkőzésbe. Ez a mérkőzés hivatalos, minden alá van írva, és szombaton a Kellner Ferenc sportközpontban meg is történik a Vendettán. Bajnoki címét. 2022-ben Sixteen Karát résztvevő a WXW-ban első magyarként. Számos siker már mögötte, és azt gondolom, hogy a legnagyobb sikerek azok még bőven-bőven előtte vannak. Ő ugye ezen a Pick Your Poison-on, ahol egymásnak választottak ellenfele Zafara Minnel, Dovert választott a Zafar ellen. Ő pedig ma Zafar választásával, Szalai Zoltánnal néz szembe. A lába még nem 100%-os koránt sem Péternek. Egész évben térdsérüléssel bajlódik. De itt most bizonyítani kell. A magasban a Revolution bajnoki cím. És aztán a magasban a Szent Grál, a HCV bajnoki címe. Bajnok a bajnok ellen, tehát itt az Undergroundon. Az utolsó nagy megmérettetés számukra, a Vendetta előtt. Mindent elmondtunk, mindent tudtok a Vendettával kapcsolatban, ugye szombaton lesz Budapesten, egészen pontosan a 4. kerületben, a Madárfészekben, vagy más néven Kellner Ferenc sportközpontban. Legyetek ott, mert egy óriási show lesz. Itt lesz velünk Axel Tischer, egy korábbi WWE superstar. Avalanche, Krampus megmérkőzik Doverrel, egy nehéz súlyú mérkőzésen. Egy 3 órás élő show vár majd rátok. És ott lesz természetesen Tihanyi Péter, Zafara Minnel szemben a HCV bajnoki címért, valamint Szalai Zoltán Ender Kanálon a Revolution bajnoki címért. Itt ma viszont a két bajnok egymás ellen lép ringbe. A tét pusztán annyi, hogy ki az, aki jobb előjelekkel várja majd a Vendettát, ki az, aki győzelemmel érkezik a nagy gálára. Ez óriási lélektani előnyt jelent. Gyönyörű szépen körbe mozogja Szalai Tihanyi, egy headlockig, de aztán kibújik Szalai. Jóval nagyobb. 115 kg Szalai Zoltán. Nem könnyű megállítani, hogyha belelendül, mert hatalmas súlya ellenére ő egy kimondottan gyors és zsuganyos birkózó. Betolja könnyedén Tihanyit a sarokba. Nagyon jó izomzata van Tihanyinak is. De hát azért ne felejtjük el, jó 20 kiló van köztük. Azért az rengeteget számít, és bizony könnyen is mozgatja Szalai Tihanyit. A lábra ment Szalai Zoltán arra a lábra, amiről pontosan tudja, hogy sérült. Ez egészen pontosan Tihanyi bal térde. Ezt védenie kell a bajnoknak, mert még a győzelemnél is többet számít, hogy egészséges marad a Vendettára, és egy kis földharcra invitálja Szalait. Tihanyi Péter is brazil jiu-jitsu gyakorol a pankreáció mellett, akárcsak Ikarusz. És bizony nem véletlen azt gondolom Pétertől ez a stratégia. A földön biztonságosabban tudná védeni mondjuk akár a sérült lábát. És bizony le is hozza Szalait, akinek esze ágában nem volt földharcolni, simán csak fel akarta rúgni. És nem is marad benne. A kötelekhez menekül.
Nagyon nem fújik a fogaszalainak ehhez, hiába cukkolják a közönségből is. Tihanyi viszont mondja neki, gyere, mutasd meg a grappling tudásod. Hát beled egy szalai, nem kellett volna, mondhatnám kár volt, de aztán szépen lerázza magáról Tihanyit. Aki pedig egy kicsit megsúlyogatja Buksiát. Hát földharcban majd lenne mit tanulnia Zoltánnak, de azért ez nem az ő területe. Lendületből jön most viszont. Headcsípje a levegőben Tihanyit. Tihanyi viszont kiválóan kontráz, de nincs meg a DDT. Van viszont egy szép kipap Szalaitól. Egy másik szint. Bemutatja ő is a tudását. Hergeri a HCV bajnokát, és meg is van az eredménye. Nyílt sisakossá válik a küzdelem. Beveri a sorokba Tihanyi Szalait, aki egy kicsit leült ennek hatására. A harmadik csopp is eldörrel. Ez bizony Gertfala három pontos. Sőt, ha jól látom, ez is egyből a lyukba ment. Na de azért ennyi időre nem szabadott volna ott hagyni Szalai Zoltánt. Kikkel fogadja most Tihanyi. Eddig nagyon magabiztos a HCV bajnok, annak ellenére, hogy a térde nem 100%-os. Azért megáll rajta bőven büszkén. Elkerüli szépen Szalait. Ezúttal a sztrájkok, néhány könyökös. Vippelné, de nem tudja. Itt most kijött a 20 kiló különbség. Oda lökni sem sikerül nagyon a kötérre. Ajj, és egy rossz mozdulat. Egy rossz mozdulat és Tihanyi térde. Azonnal. És lehet, hogy nagy a baj. Nem néz ki jól az a térd. Tomi bíró vizsgálgatja. Nagyon kár lenne, hogyha így érne véget ez a mérkőzés. Ha Tihanyi nem tudja folytatni, akkor értelemszerűen Szalai Zoltán a meccs győztese. Hát a közönség bíztatásán aztán nem múlik. Egyelőre kivárt Szalai. Tihanyi pedig azt jelzi, hogy jól látom, hogy folytatja a mérkőzést. Így van. Mehet tovább. Szalai megvárta, amíg Tomi bíró jelt ad. De utána aztán nem kíméli Tihanyit, de még mennyire, hogy nem. Kőkemény sztrájkok, és bizony megfordult a mérkőzés állása. Próbál visszatámadni Tihanyi, de látszik, hogy bajban van. Óriási csop Szalaitól. Most visszaadja mindazt, amit kapott, amíg még Péter lába egészséges volt. Már amennyire. Próbálja távol tartani a lábától Tihanyi. Nem a legszimpatikusabb, amit Szalai csinál, de effektív. Hatásos, és ezáltal nem nagyon lehet hibáztatni. Nyilván óriási fegyvertény lenne Szalainak megverni a HCV bajnokát a Vendetta előtt. Az a bizonyos másik szint, amit mindig emleget Szalai, tesz is érte minden nap, hogy hitelesen képviselje, hogy ő már nem az az ember, aki volt. A ring sarkot használja most Tihanyi. Igen, a kezével nincs gond. És ilyenkor bizony szokott jönni egy enziguri, egy fejrugás. Ezeket most kétszer is meg kell gondolni a Tihanyinak. És megint a lábát veszi célba Szalai. Így nagyon nehéz lesz. Sikerült megakadályoznia, hogy kiemelje Tihanyinak, és most kéne egy kis segítséget, mert most bizony kell az erő. Springboard, és nem. Nem. Ezt megpróbálni sem volt jó ötlet. Szalai pedig kőkeményen büntet. Azonnal. A közönség kifejti negatív véleményét. De hát azzal nincs mit tenni, hogy Szalai egészen egyszerűen csak kihasználja a lehetőséget. Semennyire sem lennék meglepve, hogyha Szaparamin is hasonlóképpen próbálkozna a Vendettán. Ezt nézni is rossz.
közönség is elnémul egy pillanatra. Tihanyi térde találkozik a canvasszel, és borzasztó fájdalmai vannak. Nem kell sietnie Szalai Zoltánnak, tökéletesen kipihenheti magát. Semmi más dolga nincsen, mint nyomás alatt tartani Tihanyit, és nyomást gyakorolni arra a térdre, míg nem aztán majd nem működik már annyira, hogy birkózni lehessen vele. A végletekig kivár Szalai. Négyig számolt Tomi bíró, ötnél diszkvalifikáció van. Nem tetszik a közönségnek, amit lát, ezt persze meg is értem. A térd sérülés nélkül látványosabb dolgok lennének most, az egészen biztos. De hát ilyen ez a pop szakma. Szalai pedig továbbra is módszeresen, szisztematikusan támadja azt a térdet. Ott van a cover, Tihanyi pedig küzdeni akar. Biztatja a közönség. És Tihanyinak olyan lelki ereje van, hogy azt gondolom, hogy feladásra kényszeríteni aztán tényleg nem lesz egyszerű. De Szalai mindent megtesz, ez látszik. Beakasztja a lábait. Nyomást gyakorol folyamatosan. Hát van dolga Tomi bírónak ezen a mérkőzésen rendesen. Folyamatosan négyig kell számolnia. Mindig csak az utolsó pillanatban engedi ki Szalai a fogást a köteleknél. Hát nem szimpátia szavazás indul Zoltán, hanem mérkőzésen. Egy taposás válra, hogy de csak a lábát támadja Tihanyinak, és most pedig, ha jól látom, készít elő egy half bostont, feszíti azt a térdet. Tihanyi pedig lerúgja magáról. Elkerül egy rugást, ott egy fordítás, nem terhelt rá Tihanyi, egészen mást akar. Egy DDT-t, és meg is van! Talán egy esély. Talán egy esély Tihanyi előtt. Teljes testét belevitte minden alapon ebbe a DDT-be. És bizony beleállt, mint a Jancsi szög Szalai a canvasbe. Számol a bíró, ha mindketten lent maradnak, amit 10-ig számol, akkor vége a mérkőzésnek, miközben döntetlennel. De Tihanyi már talpon, és Szalai is fel fog állni. Ezt elvéti most. Sztrájkokkal próbálkozik Tihanyi. Minden erejére szüksége van. És egy térdes. Ez most szépen megtalálta Szalai fejét kiemelni, de esélye nincs, viszont ne tudja húzni. Egy roll-up, 1-2. Még tartja a fogást, Tihanyi próbálja megemelni Szalait. Hát, egy érdekes szuplex variánssal sikerült végül is levinnie. 2. Ez még mindig csak 2. Küszködik, harcol a HCV bajnoka. Tényleg nem lehet panasz rá, tényleg nincs könnyű helyzetben ez a Szalai 22 éves fiatalember. Óriási nyomás alatt van. De hát ezt jelenti a legnagyobb magyar szervezet bajnokának lenni. Kemény ütésváltás. És nem érik be ennyivel, nagyon úgy néz ki. De még milyen kemény. Lerogy a kötelekre Tihanyi, de össze kell szednie magát. Nem is marad szégyenben. Ezen a ponton aztán ki akarja jobban. Brutális exchange. Lemegy, aztán fölpattan Tihanyi. Folytatják tovább. Mindegy, hogy mennyire fáj. És aztán Szalai lábra támad, aztán fejre. Hoha, ebből pedig eltér űrméki csók. Bizony, egyetlen apró hiba elég volt Szalaitól. Próbált volna egy szuplexet, de ott termett a hátán Tihanyi, és a űrméki csókkal bizony meg lehet fogni Szalait. Hiába 120 kiló majdnem az ember, ha nem jut vér a fejébe, akkor ott a vége. De megoldja. A turnbuckle megmenti most Szalai Zoltánt, és az, hogy tudja, hogy hol van a ringben.
Tihanyi megint megpróbálkozik a DDT-vel, ezúttal nem sikerül. És most bajban van. Szalai borzasztóan erős, kiemeli, és ott a cover. Egy, kettő, és megint nincs meg. De azonnal egy half Boston grab Szalaitól. Természetesen a rossz lábát tartja satúban Szalai. És lehet, hogy itt a véget Tihanyi Péter számára. Nem biztos, hogy megéri megkockáztatni, hogy ne tudjon kiállni a vendettán. Nagyon rossz állapotban van az a láb sérülés. Eléri a kötelet. Szalai még kicsit dolgozza a térdét. A jó lábát használja Tihanyi. Az még működik. Szépen kerül, és ott van egy edzügyüri. Megszédül a Revolution bajnok. És ez most itt egy esély. Tihanyinak van-e még benne annyi? Óriási rugás mellkasra. Springboard, ball! Egy cutter. És Tihanyi Péter látja az esélyt. Talán van még benne annyi, hogy be tudjon vinni egy manővert, egy... Hoppá! Zafar Amin érkezik. Nem látja a bíró, és a Sahara homokért az arcába rúgja Tihanyi. Nem sikerül Zafar Amin manővere, jöhet viszont most a HCV bajnoka, és megfogja a levegőben Szalai. Ráesik a rossz térdére. És ott van a befejező mozdulat a Szalai Zoltánnak. Pop-up, spinebuster, egy, kettő és három! Pinneli Szalai a HCV bajnokát! Leszorítja Tihanyi Pétert! Kevesebb, mint egy héttel a vendetta előtt! Szalai Zoltán óriási skalpot szerez! Hát, hölgyek, urak, egy mérkőzés, amire nem számítottunk, azt gondolom, mármint erre a kimenetelre. Szalai Zoltán megveri, lepinneli, legyőzi a HCV bajnokát. A regnálása óta erre nem volt példa, Zafar Amin pedig érkezik. Elmondta a figyelmét Tihanyinak, nem sok időre, de ez bőven elég volt, hogy alakítson a mérkőzésen, és Tobi Bíró! A Zafar teljesen megbolondult. A HCV hivatalos bírója kiütve. Tihanyi lábát pedig borzasztóan meggyötörte. Zafar, ott van a package pile driver, ha mindez nem lett volna elég. Egy sérült térd, egy KO és egy bajnoki cím Zafar Amin kezében. Hát így megyünk a vendettára szombaton a Kellner Ferenc Sportközpontban. Jegyeket a Tixa Hungary keresztül tudtok rendelni. Ne hagyjátok ki ezt a műsort. Zafar Amin kontra Tihanyi Péter a HCV bajnoki címért. Elérkezett a HCV YouTube Plus csatorna tagság lehetősége. Mostantól kezdve nem kell más platformon bíbelődnöd, mindent elérhetsz egy helyen, a YouTube-on csatorna tagként. Beszélgess velünk a Straight Talkban, szólj bele a műsorok alakulásába, szavazz, és a legfontosabb, érd el az összes nagy gálát az évben, mindent mostantól kezdve egy helyen. HCV YouTube Plus csatorna tagság.